Most az lenne a feladat, hogy a szoknyát ne egészében nézd, hanem daraboljuk szét kisebb részekre mondjuk. Itt van egy háromszög, vagy itt van egy másik terület, jó? Itt van egy másik terület, itt van ez a három, ez is, amit az előbb néztünk, vagy ez a része a szoknyának. Itt ez a része. Berakom ezeket ilyen filccel, hogy igen, így körülbelül ezek a formák, tehát hogy ezek a vonalakon belül dolgozzunk csak. Tehát azt mondom, hogy kinézek magamnak egy ekkora formát, csak ezzel a formával foglalkozom, és ezen a formán belül kezdem el nézni azt, hogy milyen színek vannak ott, mert ugye itt ezen nincsenek se legsötétebb, se legvilágosabban, hanem valamilyen köztes árnyalatok vannak. És akkor ezeket a színeket, amiket ott látsz a referenciafotón, ezeket kezded el felvinni a képre, de most már nem úgy, hogy csak mint első réteget, hanem mondjuk ez egy fönt pont egy ilyen narancsosabb, közepes narancsos árnyalat, de fölviszem ezt a narancsos árnyalatot, alatta látom, hogy egy sötétebb rózsaszínes árnyalat van, akkor azt is felviszem ezt a sötétebb rózsaszínes árnyalatot. Most még ugye egymás mellé festem a színeket, egymás mellett vannak, csak azért, hogy lássam, hogy mi hol van. Most ezzel ki van festve első rétegben ez a háromszög, amiről az előbb beszéltem. De ugye első rétegben ez még nem szép, hogy még egyszer rá kell menni ugyanezekkel a színekkel, és most már nem csak az a cél, hogy egymás mellé fessem, hanem egymásra is fessem. És ezért volt például érdemes kikeverni a legsötétebbet még egyszer, mert lehet, hogy a legsötétebbre is rá kell menned, és bele kell húznod a legsötétebbel a közepes tónusba is, vagy ugyanúgy vissza a közepes tónussal is belehúzni a legsötétebbe, és akkor így fognak a vászon, vagy a faroson, vagy amire festesz, így fognak keveredni a színek, így fog rá kerülni egyre több réteg. És akkor egy ilyen kis háromszög területem, az már kész is van. És akkor utána mehetünk tovább, és mehetem csak ezt a négyzet alakú formát nézem. Ugye azt látom ezen belül, hogy megvan ez a legvilágosabb részem. Alatta megint egy ilyen közepes rózsaszínes háromszög van, azt felfestem. És itt van egy egészen megint egy narancsos rész. És akkor a narancsosat viszem föl. Megint első rétegbe készen van egy ilyen szakasz, és akkor jöhet rá a második réteg. És itt most már nem csak egymás mellé, hanem egymásra is. Elkezdem egymásra is felfesteni a színeket. Így érthető? Jó. Na, akkor így mondom, hogy osszátok szét a képet kisebb területekre, jó? Akkor könnyebben átlátni. Meg ilyenkor fog, amikor kisebb területekre osztjátok szét, ilyenkor fogjátok meglátni azt, hogy azok a színek, amiket kikevertetek, azok mennyire közelítenek ahhoz, ami neked ott van a referenciafotón, és akkor még ilyenkor még lehet hozzáadni a plusz színeket. Tehát lehet, hogy nem elég az a 8-10 árnyat, amit eddig kikevertünk, lehet, hogy többre lesz szükséged.